Mai napra tettük a rendőrség alkalmára szervezett nyílt napunkat. Ezen a napon a rendőrség kapuja nyitvának a lakosság részére. Számos idős jött, akik részére külön vetélkedőt szerveztünk a bűnés baleset megelőzés közlekedés biztonság jegyében. Továbbá jöttek az általános iskolák és óvodák részére is elég sokan. Mi volt ma a legnépszerűbb programotok? A gokárdot mindig most is bevetettétek, sőt a bűnügyi technika is készenlétbe állt és használtátok, de úgy láttam volt azért újdonság is ma. Így van, a kulcsár mentő kutató szolgálatot kértük föl, méghozzá az alapítvány elnökét, Kulcsár Józsefet, hogy egy rövid tájékoztatást, bemutatót adjon a munkájukról. A gyerekek körébe a 3 hónapos Lendó nevezető kiskutya aratott a legnagyobb sikert. Az ember feleleveníti ezeket a dolgokat, pedig tényleg megértünk már egy bizonyos kort, és nem fektetünk mi ám erre semmit. Mi volt a leghasznosabb a mai tesztbe? Ebből a tesztbe? Igen. Hát tulajdonképpen az, hogy számot adhattunk a tudásunkról, és bebizonyosodott az, hogy bizony vannak még hiányosságok, és ezeket azért meg kéne próbálni csiszolgatni is, és amit megrendeznek, meghirdetnek a rendőrségen, legyen mindenki egy kis kikapcsolódásnak, meg mondhatom azt, hogy jó irányba akarnak minket terelni, hogy minél kevesebb gond, probléma legyen az utcán. Gyakorlott kerékpárosként milyen hiányosság az, amire gondol? Vagy nem feltétlen a kerékpáros közlekedő? Én mivel kerékpáros vagyok, én talán mondhatom azt, hogy elég rendetlenül közlekedünk, ezt én is bemerem vallani. Tehát nem tartjuk be a kreszt. Nem tartjuk be. Sajnos bemegyünk oda is, ahova nem volna szabad. Azon kívül nem használják nagyon sokan sajnos a kerékpárutakat, és nagyon gyorsan megvan a probléma. És utána mindenki más, csak az nem, aki elkövette a bakit magyarul. Itt mondta nekünk az előbb az úr, hogy hasznos volt nekik ez a mai délelőtt, a mai vetélkedő. Ti hogy láttátok, mi volt az, amiben a legnagyobb hiányosság van így a közlekedés szempontjából? A kerékpáros alapvető szabályokkal nincsenek tisztában az idősek, vagy már esetleg elfelejtették, amit korábban iskolásként tanultak. Józsi, mostanában egyre több rendezvényen lehet téged látni. Mi ennek az oka? Igyekszünk nevesíteni az alapítványunknak a tevékenységét, hogy minél nagyobb körbe és minél nagyobb közönsége előtt tudjuk megismertetni a tevékenységünket. Ez az alapítvány, ez a Kulcsár Kutatómentő Alapítvány, és mi a tevékenységetek? Az alapítványunk az Kulcsár Kutatómentő Kutyás Szolgálat Alapítvány, tehát ez a hivatalos nevünk. A tevékenységünk eltűnt személyeknek a felkutatása, a katasztrófa védelmi helyzetekben az összedőlt házak, romok alatt rekedt embereknek a felkutatása, illetve a sérült embereknek az eltűnésének a kapcsán való kereséseknek a munkája, tehát ezekkel foglalkozunk mi. Hogy látod, hogy fogadnak téged az emberek ezeken a rendezvényeken? Úgy érzem talán, hogy van sikerünk ezeken a rendezvényeken, főleg a kutyáknak van a nagyobb sikerük, ugye, hogy az előadások közepén csinálunk egy-egy ilyen rövidebb kutyás bemutatót, engedelmest, illetve egy jelzőgyakorlatot, és a legvégén a gyerekeknek van lehetőségük a kutyákat megsimogatni, és ezzel úgy érezzük, hogy sikerül elfogadtatni a magunkat és a kutyákat is. Most is elég sokan jöttek el ide, úgy láttam, hogy a kiskutyának a simogatása volt a legnagyobb. Sláger. Igen, az a legnagyobb sláger a kiskutya, tehát ez volt a célunk, hogy a gyerekeknek az érdeklődését felkeltsük a kutyák irány, illetve hogy egy kis bátorságot merítsenek abból, hogy minden meg lehet simogatni a kutyákat, hogyha ott van a gazda és engedi. És nem, tehát hogy nem kell minden kutyától félni, mert nem minden kutya olyan vagy, mint ahogy leírják. Az első helyezett a jó szerencsét! Köszönöm.
Rambo! Van még egy! Ez egészen